A kopóréteget húzza a finisher a felmart útfelületre Kisréta központjában. Először az egyik sávot aszfaltozzák újra, aztán a másikat. Ráfért a felújítás az útra, mert itt utoljára éppen 30 éve a pápa látogatás alkalmával dolgoztak útépítőgépek. Azóta viszont az autópálya megépülésével jelentősen megnövekedett a teherforgalom. Mivel hogy az M3-as autópályát és a 4971-es utat, ahogy összeköti ez az útszakasz, megnövekedett a kamionforgalom és az átmenő teljes személygépkocsi forgalom. Lényegében olyan forgalmas az út nálunk, hogy nem volt biztonságos már. Nagyon sok kátyú, nagyon sok útprobléma volt a megnövekedett forgalomból adódóan. Magyarfalu program a vidék részére óriási lehetőséget biztosít. Kisrétán most 3,1 kilométeren újul meg az aszfaltburkolat, csak nem 300 millió forintos beruházásban. A forrást a Magyarfalu program biztosítja. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, az elmúlt években 150 pályázatot nyújtottak be a környék települései, és mintegy 2 milliárd forint összértékű támogatást nyertek el. Ezen felül folyamatos a közlekedés fejlesztése is. Balkány-Bökönny térségében indulnak útfelújítások, és úgymond folytatódik a 49-29-es útfelújítása az M3-as autópályáig, de az már a 49-27-es számú útfelújításaként zajlik. Tehát ilyen formán iskolák újulnak meg, óvodák, közösségi terek, belterületi utak, civil szervezetek kapnak lehetőséget a Magyar Falu program keretében, és számtalan egyéb a közösségeket, a közösség szolgálatára lévő eszközfejlesztések történnek. Ilyen formán a Magyar Falu program a magyar vidék számára sikertörténet. Ezen felül nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a kormány a Budapest-Záhony közötti 100-as vasúti vonal, a 4-es főút, valamint a 471-es főút fejlesztését, kerékpárutak kialakítását a térségben és a Nyírbátori elkerülőt is. Kisléta számára is számtalan önkormányzati fejlesztéshez járult hozzá a Magyar Falu program. Van olyan, amelyet már befejeztek, de több olyan is, ami még kivitelezés előtt áll. Megnyertük az óvoda felújítására közel 50 millió forintot, ez a beruházásunk már el is készült. Tornaszoba felújítására nyertünk 15 millió forintot, ami már szintén elkészült. Vásárolt az önkormányzat egy épületet 3 millió forintért, amit már ez is megvalósult. Egy eszközbeszerzés a közterületeink, közparkjainknak a karbantartására, fűkaszák, különböző eszközöket, ezt már meg is vásároltunk, ez is megtörtént. És a ravatalozóra nyertünk még 30 millió forintot, ami igaz még folyamatban van, de ez is egy megnyert pályázatunk. Több magyar falus pályázatunk van most is folyamatban, amit már beadtunk. Az óvoda udvarára kültéri játékok, eszközök vásárlására adtunk be egy közel 5 millió forintos pályázatot. Egy buszt szeretnénk vásárolni 10 millió forint nagyságrendben, és egy szolgálati lakást szeretnénk felújítani, az is közel 30 millió forint, ezek folyamatban vannak, és van egy önkormányzati belterületi utunk, ami önkormányzati tulajdonban van, arra adtunk be még egy 30 millió forintos pályázatot. A mostani beruházás során nem csak új aszfaltréteget kapott az út, de új útburkolati jeleket is felfestenek, a patkát korszerűsítik és kialakítanak két buszmegállót is. A beruházás ezen a héten elkészül Kislétán.